2011. novemberében Nathan és Emmy Gilbert két lányukkal és fiúkkal Andrewval a floridai Orlandóba utaztak a szokásos Disney World-i kirándulásukra. Már egy hete ott voltak, amikor a két éves Andrew hasfájásra panaszkodott. Amint bevittem a mosdóba, éreztem, hogy teljesen a vállamra fekszik, és hogy nagyon izzad. Nathan egy orvossal visszavitte Andrewt a hotelszobába, akinek a szemei ekkor már befordultak, elájult és a szája is elkékült. Azonnal az Arnold Palmer gyerekkórházba siettek vele. Csak feküdt ott és nyögdécselt. A szívverése meg egyre gyorsabb lett és egyre kevésbé reagált. A sürgőségén töltött éjszakánk volt életem legrosszabb éjszakája. A sürgősségi orvosok több vizsgálatot elvégeztek, CT-zték, ultrahangozták, MR-vizsgálatot végeztek. Végül megállapították, hogy Andrew belei megcsavarodtak. Az ő esetében minden a helyén volt az orvosok szerint, de a szalag, ami az alsó részt tartja, a bal alsó részen laza volt, és így magába csavarodott. Ez olyan volt, mint egy szívinfarktus. Nem jut vér a beleghez, vér nélkül pedig elhal az a rész. Siettek elvégezni a műtétet, és előjegyezték egy következőre is, ami 8 óráig tartott. Azon az éjszakán Andrew szívverése felgyorsult. Reggelre pedig fertőzést is kapott. Lélegeztető gépre tették, és mesterségesen táplálták. A vékony belei egyharmadát, és a vastag belei közel felét elvesztette. Kijött a műtőorvos, és azt mondta, hogy a gyermeke percről percre él. Nem azt mondta, hogy óráról órára vagy napról napra, azt mondta percről percre. De a szemében azt láttam, hogy a gyermekem meghalhat. Andrew 6 hétig veszélyes fertőzésekkel és a gyógyszerezés károsító hatásaival harcolt. Ahogy szembesültek a fiúk elvesztésének rettenetével, a pár Istenhez fordult. Lementem az ajándékboltba, mert gondoltam, úgyis itt leszünk egy darabig. Megvásároltam a magazinjaimat, és felvittem a szobába. Ekkor aztán először éreztem azt, hogy Isten valóságosan szól hozzám. Azt mondta, hogy nem nézegethetsz magazinokat, nem nézhetsz tévét, nem kapcsolhatod be a számítógépet. Csak te és én vagyunk. Ez küzdelem lesz. Azt akarom, hogy rajtam tartsd a szemeidet. El is dobtam a magazinokat. Tudtam, hogy az orvosok mindent megtettek, amit csak tudtak. Istenben kell bíznom. Amy és Nathan nem volt egyedül az imádságaikban. Az egész országban imádkozni kezdtek Andrewért az emberek. Mindenki telefonált, a munkából, a barátok. Mindenki tartotta velünk a kapcsolatot. Az ima ereje csodálatos volt. Isten ima harcosokat támasztott mindenfelől. Végül 46 nap után Andrew haza tudott repülni Tennessee-be, átesett még egy utolsó műtéten, és 10 nap múlva már elég egészséges volt, hogy hazamenjen. Gyorsan javult az állapota. A családja ezt az ima erejének tulajdonítja. Az Úr valóságossá tette magát. Olyan élővé tette magát, mint még azelőtt soha az életemben. Első kézből kellett megtapasztalnom, hogy ő gyógyító. Andrewnak semmi komplikációja nem maradt a műtétekből, és egészséges 6 éves fiú lett. Szülei hálásak Isten erejének, amivel az egész család győzni tudott. Csodálatos labdázás közben nézni, olyan élvezetes. Nem is gondolná az ember, hogy valami problémája volt. Andrew Isten jóságának a bizonysága, amiért hálás vagyok. Amikor nincs kihez fordulni, amikor az orvosok csak ennyit tehetnek, akkor Istenhez kell fordulni. Ő bebizonyítja, hogy ő a csodatevő, és ő méltó mindenkor a dicséretre.